Megépülhet az Észak-Erdélyi autópályának a magyar határtól Berettyó széplakig tartó része, miután kiválasztotta két újabb szakaszt kivitelező konzorciumot. A Bihar és a Magyar-Román határ közötti pálya tervezését és kivitelezését korábban elnyerő cégcsoport már dolgozik az 5 km 300 méteres szakaszon. A Bihar és Berettyó széplak közötti 28 km 550 méteres autópálya 326 millió 500 ezer lejt fizetnek, összesen 18 hidat felüljárót és viaduktot kell elkészíteniük, illetve befejezniük. A kivitelezőnek a tervezésre 6, a munkálatokra 18 hónapjuk van. A Berettyó Széplak és Bistra Terebes közötti 26 km 350 méteres szakasz megépítésének a költsége 361 millió 900 ezer lej. Ezen a szakaszon egy csomópontot kell kialakítani, illetve 19 hidat felüljárót és viaduktot építeni vagy befejezni, hogy mikor és kikötheti össze a Berettyó-Széplak és Magyarnádas közötti részt, hogy az elkészült szakaszok ne a levegőben lógjanak, egyelőre nem esett szó.